mindig csak a mai reggel egy jó kis témával méghozzá azt hoztam mára, hogy hogyan öljük meg a nyugalmat, hogyha minden ellene hat. Szerintem ez egy éppen aktuális téma a mai világban. Ezen a témán belül nézzük, hogy mi lesz a szenárió. Elsőként átvesszük a tudatra ható három meghatározó rendező elvet. Utána beszélgetünk arról, hogy mi a stressz hatása rövid távon, illetve hosszú távon. Átveszünk azt, hogy hogyan maradhatsz higgadt, hogyan őrizheted meg a nyugalmad, amikor minden ellene van. Mit mond erről a jóga, mit javasol nekünk Patanjali, mit mond a Bhagavad Gita, mit mondanak az Upanishadok. Átveszünk azt is, hogy milyen hol tudjuk elmondani. Beszélgetünk arról, gondolkodunk együtt arról, hogy mi valójában a döntéseinknek az eredete, illetve hogy mi is a mi értékrendünk valójában. Majd pedig arról fogunk együtt gondolkodni, hogy mitől függ az, hogy boldognak érezzük magunkat, vagy boldogtalannak érezzük magunkat. És miért mondja azt a jóga tudomány, hogy akár most ebben a pillanatban boldog lehet. Most ezt a kis összerzőt hoztam ma reggelre, és akkor induljunk is el. Nézzük meg, hogy mi a tudat meghatározó három rendező elve. Hát ez a három dolog, maga a tér, maga az idő és a karma. A három rendező elv közül az idő az, ami a legerőteljesebb. Például gondolj csak bele, hogy lehet, hogy pár napja mondjuk szorongtunk valamin egy jövőben esetlegesen bekövetkezhető dolog miatt. Eltelik egy-két nap, annak a dolognak a lehetősége ugyanúgy fennáll, de már nem szorongunk annyi, és lehet, hogy teljesen jól érezzük magunkat. Hát így hat az idő a tudatunkra, alapjában, mivel minden tudatállapot, minden hangulat, minden érzés múlandó és időben behatárolt, és addig él, ameddig gondolunk rá. Például, hogyha eldöntöd, hogy valamire nem gondolsz, és ez sikerül is, akkor annak a valaminek nem lesz relevanciája az elmében, tehát abban a pillanatban nem fog rád hatni. Abban a pillanatban nem létezik a számodra, gondolj csak bele. Persze, hogyha belekerülünk egy szituációba, vagy egy mentális örvénybe, vagy automatizmusokba, akkor ugyanúgy előjöhetnek azok a gondolatok, azok az érzések bennünk. Azonban Patanjalinak van egy igen hatékony módszere, amivel sikeresek lehetünk, hogyha beépítjük az életünkbe, hogyha ez magára az éberség, az a figyelem összpontosítására is nagyon-nagyon rosszul tud hatni. Például, hogyha egy zavaró, bántó, kellemetlen gondolat van az elmében, akkor ellentétes irányú gondolattal, egy ellentétes irányú valamivel, amit beültesz, azzal ki tudod oltani annak a negatív gondolatnak ezt a negatív hatását. Különben így szól maga a slóka, ez a Yoga Sutra 2.10-ese, hogy a zavaró, bántó, kellemetlen gondolatokat ellentétes irányú gondolatokkal lehet kiküszöbölni. Ezt mondjuk a Patanjali. Vagyis mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy egy új programmal felül tudjuk írni a régi programot, mint hogyha egy új szoftverrel fölülírnánk egy régi szoftver. És ez az új program, ez a mi nyelvünkön a szádana. Rabindranath Tagore azt mondja, hogy a szádana maga az életben való hiteles jelenlétnek a gyakorlata. Ebben a vákjában, ebben a nagy gondolatban, Tagore-től azért nagyon-nagyon sok minden benne van. Ez jóformán egy egész életfilozófia is, hogyha belegondolunk. Úgyhogy menjünk is tovább, és a végére körbe fogunk érni ezzel a témával. A második rendező elv, ami a tudatunkra hat, az maga a tér. Miért is a tér? Azt írja a Csándogya Upanishad a 8.14.1-esben, hogy a tér az ákása, tehát Pancsamahabhútából, az öt elemből, az, amiben megnyilvánulnak a nevek, az elemek, a formák és az ideák. Tehát maga a tér ott egy kelyhet, hogy maga az élet, a lét megnyilvánuljon. Azt írja a Bhagavata Purana a 3.26.34-esben, hogy ez a minőség teret ad az élő lényeknek, kiterjedve bennük és kívülük. Mondhatjuk azt, hogy maga a términőség az, ami
amiben cselekedni, mozogni lehet, tehát csak térben tudunk mozogni, cselekedni. És maga az időminőség az, ahol vágyakozni, érezni, szorongani, gondolkodni tudunk. Tehát vágyakozni, érezni, gondolkodni csak az időben lehet, mozogni, cselekedni pedig csak a térben lehet. És itt kapcsolódik be a harmadik rendezőelv, a karma, hogy a sorsunkat, a karmánkat csak a tér és az idő közegében tudjuk alakítani. Ugye ez mindannyiunk számára egyértelmű. De a tudás, a gyána, a gyakorlás, az abjásza és a meditáció a gyána révén alapjába véve függetleníteni tudjuk magunkat ezektől a rendezőelvektől, mert az idő és a tér csak akkor létezik a számunkra, amikor is. Hát hogyha a kettőségek dimenziójában élünk, hogyha a tudatunk ehhez a világhoz van kötve. Mindjárt ezt ki fogjuk fejteni részletesen. Hogyha egyek vagyunk önmagunkkal, akkor képesek vagyunk belépni egy más tudati halmazállapotba, egy más minőségbe, ami maga az átman minősége, erről fogunk most beszélgetni, hogy ezt hogy tudjuk megtenni, vagy hogyan tudunk lépéseket tenni ebbe az irányba, hogy kevesebb stressz, kevesebb szorongás, kevesebb negatív érzés legyen az életünkben, és egy emelkedebb, tehát kellemesebb, boldogabb élet felé lépkedjünk a kis életidőnkben. Szóval, hogyha egyek vagyunk önmagunkkal, az átmannal, ha belépünk ebbe a tudati halmazállapotba, ebbe a más minőségi tudati halmazállapotba, akkor magunk mögött tudjuk hagyni ezt a három rendező elvet, tehát a teret, az időt és magát felül tudunk emelkedni a karmán is. Ez olyan, mint amikor a repülő párhuzamosan halad a földdel, aztán utána meg elemeli az orrát, és valahol nagyon-nagyon magasan kezd tovább szállni. És akkor jövünk rá, hogy a gondok és a gondolatok fölött mindig kék az ég. Tehát, hogy alapjába véve, ha egy más dimenzióból nézed, akkor azok, amik a mindennapjainkat foglalkoztatják, ezek a mindennapos kis, pici kis problémák, ezek egy másikról teljesen okafogyottá válnak. És a szamszára halad tovább, de te egy másikon vagy. Letekintesz, és látod, hogy pörög, de te már nem tartozol oda. Nos, hát erről fogunk beszélgetni, hogy tudunk errefelé lépkedni. Azonban, ha még nem tartunk itt, akkor azért bele kell abba is kontemplálni, hogy milyen világ van körülöttünk jelenleg. És foglalkoznunk arra kell azzal is, ami most körülöttünk zajlik, hogy el tudjunk valamiről rugaszkodni. És jelenleg különben most nem maga a megváltozott helyzet az, ami a probléma forrás, hanem maga a stressz, maga az, hogy egy stresszesebb időminőségbe, téridőminőségben mondhatjuk úgy, hogy tatvába kerültünk, ami által lehet, hogy picit többször vagyunk meggondolatlanok, lehet, hogy picit többet kapkodunk, aminek a révén olyan döntés hozhatunk, ami hosszú távon meghatározza az életünket, és nem biztos, hogy jó irányban. És amikor visszamonitorozzuk magunkat, akkor látjuk be, hogyha higgadtak tudtunk volna maradni bizonyos élethelyzetekben, akkor lehet, hogy jól is kijöhettünk volna. Volt-e már valakinek ilyen élethelyzete? Hát nekem volt már, sajnos. De hát innen szép a győzelem. Fontos tehát, hogy bármilyen változás jön az életünkben, ez egy első lépés, akkor képesek legyünk higgadtak maradni, és megőrizni a nyugalmunkat. Ez egy alaplépés. De ugyanhogyan tudjuk ezt elérni? Ezt fogjuk most átbeszélni. Nézzük meg, hogy mit mond erről Patanjali, mit mond erről a Bhagavad Gita, az Upanishadok. A jóga alapcéljának a négy lépcsőjét szeretném, hogyha átvennénk, és ebből az első fok az éppen a stresszkezelés, a lelki nyugalom és a stabilitásnak az elérése. Nos, ez még csak az első fok, de azért ez, hogyha belegondolsz, ez így elmondani tök jó. De azért ez nem ilyen egyszerű, hogy van egy szituáció, és akkor maradjak nyugodt.
Ugye? Ugye, hogy ez így van? Nézzük meg, mit tanácsol Patanjali, hogy milyen tulajdonságokat építsünk ki magunknak. Azt mondja Patanjali az 1.33-ban, tehát a Szamádi Pádának a 33-as lókájában, hogy a barátságosság, a Maitri, a részvét vagy együttérzés, ez benne van az önegyüttérzés is, hogy magaddal együttérzel. Ez a karuna, a megbocsájtás, a boldogság és a szenvedés, valamint az erény és a bűn keltette helyzetekhez való kiegyensúlyozott hozzáállás révén az elme lecsendesül és nyugodtá válik. Tehát Patanjali egy slókában megfogalmazza, hogy milyen kvalitásokat érdemes magunkba kifejleszteni, hogy be tudjunk jönni középre, akkor is, amikor örvénylik körülöttünk a szamszára, elég erőteljesen. Vagyis ezzel azt mondja Patanjali, hogy törekednünk kell ezeknek a tulajdonságoknak a megvalósítására, a kifejlesztésére magunkban, hogy ezt szokássá tegyük. Mert hogy is működik maga a jellemformálás? A gondolatok formálják a beszédünket, a szavainkat, a tetteinket. A beszédünk, a szavaink, a tetteink formálják a személyiség karakterünket. A személyiség karakter jegyeinkből áll össze a jellemünk, ugye? Maga a jellemünk, amilyen jellemeket építünk magunknak, az pedig meg fogja határozni a sorsunk vonalát. Hogy amikor útelágazás előtt állunk, akkor merre döntünk? Ugye? Ez mind abból ered, hogy milyen jellemeket építünk ki. És ez ott dől el, hogy azokat a kvalitásokat, amiket ír Patanjali, ír a Bhagavad Gita, ezt milyen mértékben tudjuk a jellemkarakterünkbe, a személyiségünkbe beépíteni. Ez szerintem így nagyon-nagyon letalán érthető. És ha őszinte vagyok, ez nagyon saját tapasztalat, és úgy érhetünk el sikert értelmezhető időn belül, hogy az ember érzi, hogy halad is valamerre, hogy nem, hogy majd azt mondom, hogy majd 20 év múlva, és akkor az ember úgy el is szomorodik, hogy 20 év múlva, úristen, hát el se látok addig. Tehát, hogyha értelmezhető időn belül szeretnénk eredményt elérni, akkor egy dolgot kell nagyon-nagyon erősen fejleszteni magunkban, és ez a jelenlétnek a képessége. De miért is? Gondolj csak bele! Miért a jelenlét? Hát azért, mert hogyha jelen tudsz lenni a pillanatban, akkor tudod észrevenni, hogy most egy olyan helyzetben vagy, ahol nem csak úgy visznek az érzéseid, hanem te saját magad tudsz tudatosan döntést hozni. Ha nem vagy jelen, hanem benne pöröksz a saját elme mókuskerekedbe, akkor nem fogod észrevenni ezt a helyzetet. Hanem csak pörgünk, ugye ez így érthető picikét. Tehát akkor tudjuk észrevenni, hogy korrigálni kell a pillanatban, hogyha ezt a tulajdonságot kifejlesztettük magunkban. És hogy tudjuk kifejleszteni? Megvan a jogának a módszere, gyakorlással, meditációval, joganidrával, koncentrációs gyakorlatokkal, amiket fogunk is gyakorolni a mai nap folyamán. És hogy tudunk új szokásokat kialakítani? Hát úgy tudunk új szokásokat kialakítani, amiket itt Patanjali is felsorolt, hogy először elkezdünk úgy viselkedni, tehát nincs benne mondjuk valakinek a személyiség karakterében a kedvesség. Akkor először tudatosan úgy viselkedünk, hogy kedvesek vagyunk, az még nem a saját karakterünk, de úgy viselkedünk, és előbb-utóbb ránk ragad, hogy mi kedvesek vagyunk, és előbb-utóbb már szívből fog jönni. Tehát először úgy viselkedsz, utána az már fog alakulni, hogyha a jelenbe tudsz lenni, és tudsz ezekre a dolgokra figyelni. De mindennel így van, most egy apróságot emeltem ki. Nézzük a... Igen. A jóga alapcélja második fokon az, hogy törekszünk arra, hogy minden síkon egy picit előrébb kerüljünk. Mondhatjuk azt is, hogy törekszünk a tökéletességre, egészségben, energiában, jellemekben, érzelmekben, stabilitásban, önuralomban, az elmetisztaságában. Miért fontosak ezek a dolgok? Hát az egészség az evidens, hogyha nincs egészség, akkor nem tudsz másra figyelni, csak az, hogy itt fáj, ott fáj, ott fáj, vagy az, hogy szeretnél egészséges lenni. Akkor nem tudsz foglalkozni azzal, hogy emelkedett kvalitásokat
dolgokat fejlesz ki magaddal, mert örülsz, hogy azzal foglalkozol, hogy ne legyél beteg. Tehát az egészség nélkül semmi nincsen, legfontosabb dolog. Ha nincs energiánk szintén, akkor nem tudunk arra koncentrálni, amire kell. A jellemeinkről beszélgettünk, az érzelmek stabilitásáról beszélgettünk. Szóval fontos, hogy törekedjünk arra, hogy Attila tán így szokott fogalmazni, hogy egyre jobb emberré váljunk első körben. A harmadik lépése a jogának, amit ide idézhetünk, a megkülönböztető képességünk, a vivékánk edzése, fejlesztése, de miért is? Hát, hogy különbséget tudjunk tenni szat és aszat között. Különbséget tudjunk tenni a között, ami múlandó, ami minket ehhez a testelméhez, az anyaghoz köt, és különbséget tudjunk tenni ahhoz, ami állandó, ami egy emelkedett minőség. És hogyha ez megvan, hogy már különbséget tudunk tenni, akkor a vágyainkat, a komfortigényünket egyre inkább elkezdjük tolni az állandó értékek irányába. Van egy klassz Bhagavad Gita vers, a 2.16-ot szeretném ide idézni. Azt írja a Gita, hogy a múlandóból, az aszadból nem származhat állandóság, szat, az örökkévalóból pedig változás. És az igazság látói e kettő elemzésével különböztették meg az örökkévaló és a múlandónak a természetét. És akkor lépjünk a negyedik lépcsőfokra. A jóga alapcélja a negyedik lépcsőben, hogy a saját szívünkben halljuk meg egyszer a Csétya gurút. Hogy ezt is akkor tudjuk egy picit edzeni, hogyha az érzékeink, a tudatunk nem mindig a külvilágban van, hanem befelé tudjuk picit fordítani, és akkor picit jobban közelebb tudunk kerülni ahhoz a minőséghez, hogy meghalljuk a saját benső vezetésünknek a hangját, a Csétya gurút. És ementén kezdjünk el élni. Maga a stresszkezelés, a nyugodt, higgadt, kiegyensúlyozottság felső foka pedig a Bhagavad Gita szerint, az 5.19-et idézem, azt írja a Gita, hogy akinek elméje, a manasz rendíthetetlen egyensúlyban van, vagyis jellemzően nyugodt és higgadt, azok már legyőzték ezt a világot, hibátlanok, mint a Brahman, és így ők már a Brahmanban vannak. És idézem az 5.20-ast hozzá, aki nem örvendezik, ha valami kellemes éri, nem búsul a kellemetlenen, akinek értelme rendíthetetlen, és akit semmi sem téveszt meg, és aki ismeri a Brahmant, az már ott van, a Brahmanban van. Az Attila azt tanítja, hogy az élet olyan, mint egy labirintus, és maga, amikor elhagyjuk ezt a világot, a halál azt jelenti, hogy zsákutca. Miért is? Miért mondja ezt az Attila? Azért, mert nem volt elég tudati átalakulás. A jóga azt jelenti, hogy a labirintusban megvan Adrianénak a fonala. Tehát megtaláltuk azt a fonalat, és ki tudjuk magunkat vezetni abból a labirintusból. De hogyha nem vesszük észre a lehetőségeket, hogy hoppáré, de hát itt van ez a fonál, azért, mert lefelé nézünk, akkor halálból halálba tartunk. Tehát ez maga a szamszárának a minősége. És az idő az nem tér vissza soha. Lehetséges, hogy most egy olyan időszakban vagyunk, ami talán lehet, hogy feszegeti picit a határainkat, ragaszkodásban, a ragaszkodásainkat, ugye az aparigraha. Lehet, hogy most ez a mostani időszak monitorozza a türelmünket, ezt úgy hívják szanszkritul, hogy ksama, az adhok alkalmazkodó képességünket, a tiszta gondolkodásunkat, ez a soucsa, az együttérzésünket, a karunát, az, hogy tudjunk továbbra is kedvesek maradni egymással, önmagunkkal, és minden körülményben egybe tudjuk tartani a tudatunkat a jelenben, ami maga a jóga. És alapjába véve mindenki, mi is, és a környezetünkben is mindenki az energiát, a lelkesedést, az optimizmust, a boldogságot, a szeretetet keresi minden társulásban. Ezért megyünk el egy baráti körben, ezért megyünk el bárhová, hogy ezeket megtaláljuk.
Nézzük meg, hogy hol tudjuk elrontani. Nem szeretnék leszállni a profán síkra. A mindennapokból hozok most egy példát. Biztos hallottál már a tőzsdei buborékokról, amikor bizonyos termékeknek vagy részvényeknek az ára az egekbe szökik. És egyre többen szállnak be az üzletbe a profit reményében, hogy akkor ők is szakítanak belőle egyet, és akkor bekövetkezik a krach, és nagyon sokan elvesztik a kis pénzüket. Az elmúlt időszakban is ismerős lehet egy ilyen, például volt a dotcom lufi, amiről hallhattatok, vagy a 2008-as ingatlan piaci buborék okozta válság. Ez nem egy új dolog, amióta részvények, tőzsdék vannak, az világ így működik. Hozok ide egy példát, nem tudom, hogy említettem-e, vagy volt-e ez már, ez a történet itt ezen a képzésen. Isaac Newtonról van szó, nagyjából 300 évvel ezelőtt, 1720 tavaszán történt, hogy Newton tőzsdére adta a fejét. És akkoriban a brit déltengeri társaság részvényei voltak a legnépszerűbbek, az árfolyamai napi szinten a rekordot döntöttek, és Newton kiszámolta, hogy ha ilyen mértékben nőnek a részvényárak, akkor hamarosan meg tudja duplázni a vagyonát. És az árfolyamok csak emelkedtek, egyre magasodtak, és Newton befektette a teljes vagyonát a brit déltengeri társaság részvényeibe, majd pár hét múlva sikerült az egész pénzét elbuknia. Newton elbukta a teljes vagyonát. Kb. Ez 20 ezer font volt, amit vesztett az üzleten. Ez mai árfolyamon 5 millió dollár, vagyis 2 milliárd forint lenne, hogyha kiszámoljuk. Ez hatalmas összeg. Newton, mindannyian tudtuk, hogy egy zseni volt, hát ő találta fel az integrál számítást, ő fedezte fel a gravitáció leíró egyenleteket, és a vesztesége hatására a tanúk szerint így kiáltott fel, hogy képes vagyok kiszámítani az égitestek pályáját, de képtelen vagyok kiszámolni az emberi hülyeséget. Ide szeretném ideidézni ezzel kapcsolatban a Bhagavad Gita 3.40-es lokáját, hogy az érzékek, az elme és az értelem a székhelye a vágynak, ami befedi a testet öltött lélek igazi tudását, tehát maga az illúzió így rakódik ránk, és befedi a logikus gondolkodásunkat. Nos, az ilyen tőzsdei buborékok jól mutatják, hogy egyébként zseniális emberek is tudnak hibásan dönteni. Miért is? Hát így működnek ezek a buborékok, hogy mindenki azt hiszi, tehát nem ami ténylegesen van, hanem mindenki azt hiszi, hogy logikus lépés beszállnia, mert emelkednek az árak, hát be kell szállni. És valójában az embereket, akik nincsenek jogában, főként az érzelmeik vezérelik, és nem a logikájuk, még a zseniket is. És meggyőzik magukat arról, hogy amit csinálnak, az logikus és helyén való, de nem észérvek mentén, hanem az érzelmeik mentén. És nagyjából ez van sajnos mindenben az életben, hogyha nem vagyunk jogában, hogy az érzelmeink vezérelnek bennünket, és mi még meg is magyarázzuk klasszul magunknak, hogy ez miért logikus döntés, hogy így csináljuk a dolgainkat, amit teszünk. Vagy jön egy váratlan szituáció, és hogyha nem vagyunk jogában, akkor nem a logikánk mentén döntünk, hanem az érzelmeink mentén. Az alapján, ami a csittánkban van, az alapján fogunk. Ez sokszor jó. Szoktam említeni azt a példát, hogy például mész az úton, baktatsz az úton, és megszólal a villamos csengője, akkor jó, hogy nem kezdesz el lamentálni, hogy na most jobbról jön, vagy balról jön, ugyan milyen színű lehet, hanem gyorsan elugrasz, és megmenti az életedet. Tehát van, amikor ezek az ösztönös viselkedések, ezek tök jók. De amikor benne vagy egy ilyen helyzetben, akkor nem feltétlenül, akkor az lenne az optimális, hogyha egy lépést vissza tudnál lépni, azt mondod, hogy stop, állj,
megállítod az érzelmek hullámzását, és racionálisan átgondolod, amilyen helyzetben vagy. Nagyon nehéz. Ezt ha nem gyakoroljuk, nem fog sikerülni akkor. Ezt nem akarom így előre predesztinálni, mert lehet, hogy valakinek sikerül, úgy legyen, de inkább csak arra szeretnélek ösztönözni, hogy ha gyakoroljuk magát a módszert, a meditációt, gyakoroljuk a joganidrát, akkor sokkal inkább tudunk a jelenben maradni, és megfontolt, átgondolt döntéseket hozni, amikor kell, amikor szituáció van. Mert utána gondolj bele, amikor van egy veszekedés a liftben, amikor kilész a liftből, és átgondolod, akkor tudtál volna mondani észérveket. Ott lehet, hogy csak az érzelmekből reagált az ember. Milyen dolgokra gondolok, kis dolgokra, de nagy dolgokban is hasonlóképpen van ez. Igen. Ezért első lépésben érdemes az érzelmeinkbe belekontemplálni, és alapjába véve megvizsgálni őket egyenként. Nincsen ám olyan nagyon-nagyon sok. Mi azt gondoljuk, hogy hű, mennyire sok van. Nincsen azért olyan nagyon-nagyon sok típus. Ahogyan beszélgettünk már erről egy korábbi alkalommal is. Érdemes belekontemplálni, hogy mik azok a főbb dolgok, amitől szorongunk. Mik azok a fő dolgok, amik nagyon-nagyon-nagyon erőteljes vágyat vagy sóvárgást ébresztenek bennünk? Nincs olyan sok. Egyikünknek sem másak, de egy egyénre jellemzően nincs olyan veszélyesen sok. Mi az, amitől dühös leszel? Mi az, amitől megjelenik bennünk egy nagyon-nagyon negatív érzés, amit úgy hívunk, hogy irigység vagy féltékenység? És el kell kezdenünk az érzelmek stabilitását, ami maga a jóga, ami maga a meditáció. És itt el kell mondanom, hogy mindeneknek a kulcsa nem az IQ, nem az, hogy milyen intelligensek vagyunk, és nem is az enciklopédikus tudás, hogy mekkora tudásunk van, és nem is a technikai felkészültség, hanem az a képesség, hogy hogyan tudjuk feldolgozni és kezelni a stresszt, a frusztrációkat, a sürgetést, a vágyat, a dühünket sorolhatnánk, vagyis hogyan tudjuk stabilizálni az érzelmeinket. Picit összefoglalva az eddigieket, sokszor nem tudunk olyan túl sokat a meghozott döntéseinknek a valódi eredetéről. Jól el vagyunk a saját jól kis megépített mentális világunkban, pörgetjük az elménket. Azt mondja egy kaliforniai kutatás, hogy egy átlagos felnőtt ember az ébrenléti idejének közel a felében nincsen jelen, 48%-ot ír, nagyon-nagyon komoly. Közel a felében nem vagyunk jelen, de akkor hol vagyunk? Hát benne vagyunk a gondolatainkban, pörög az elme mindenfelé. És azt mondja ez a kutatás, hogy ennek a nem jelenléti időnek a túlnyomó részében negatív érzelmek vannak az elmében, negatív gondolatok vannak az elmében. Nos, mi azért foglalkozunk jogával, meditációval, hogy ezen azért alakítsunk ezen a statisztikán egy picit, hogyha tehetjük. Szóval visszatérve a mi témánkra, hogy sokszor semmit nem tudunk a meghozott döntéseinknek a valódi eredetéről, mert jól el vagyunk ebben a saját kis megépített belső világunkban, belső monológiainkban. Sőt, vannak olyanok, akik egy egész életet képesek úgy leélni, hogy csak sodródnak egyik eseményből a másikba, mindenféle tudatosság nélkül. És lehet, hogy abban a téveszmében élünk, hogy a logika irányítja a döntéseinket, holott a legtöbb emberét nem, hanem az érzelmeink irányítják, az érzéseink irányítják. És megeshet, hogy ráfázunk, amikor beköszönt a valóság, és így járt Newton is, ha belegondolunk, alapjába véve. Attól félt, hogy kimarad valamiből, kimarad egy fantasztikus dologból, félt attól, hogy nem adódik egy ilyen lehetőség még egyszer, vagyis nem a logikája mondott csődöt,
hanem az érzelmeivel nem tudott megbirkózni. Mivel nem tudott megbirkózni? Hát a szerzésvágyjal, ugye a sóvárgással, amit Buddha nagyon-nagyon komolyan kiemel, hogy minden fájdalom, minden szenvedés oka maga a sóvárgás. Ez az egyik legalapvetőbb etapja a tanításaiból. Tehát nem tudott a szerzésvágyával megbirkózni, hogy megduplázza az amúgy sem kicsi vagyonát, nem tudott megbirkózni a szorongással, hogy kimarad valamiből, amivel nem akart volna kimaradni. Lehet, hogy ez egy picit mólságra is hajaz, hogyha így bele kontemplálunk. És hogyha nem ködösítették volna el az érzelmei, a logikáját, akkor valószínűleg nem bukta volna el a vagyonát. Jó, lépjünk tovább. Nézzük meg, hogy mi a mi értékrendünk valójában. Lépjünk erre felé egy nagyot, picit más szemszögből nézve. Hoztam erre is egy kis táblázatot. Hát kétféle értékrend mentén élhetünk. Az első, ami a mindennapok emberének az értékrendje, ez az ahankár, az ego, maga az önzés, az aszmitának az értékrendje, aminek van három alapvető etapja, ugye a pénz, a kanaka, a kamini, az maga az élvezet, és a pratista az, hogy mennyien tapsolnak nekünk. Tehát maga az elismerés, ennek a hármasa. És a másik oldalon áll egy emelkedettebb értékrend, az önvaló, az átman értékrendje, ami a szat, az állandóság, a csit, a tudatosság, maga a jelenlét, az állandó jelenlét, hogy nem az érzelmek irányítanak, hanem a tudatosság. És a harmadik, amit ebben megtapasztalhatsz, az a flow boldogsága, az állandó jelenlétnek a boldogsága, ami egyre erősödik. A belső függetlenség, szabadság, a szeretet minősége felé. Az első, tehát maga az ahankár, az ego minősége és értékrendje, az önzés minősége, az valahol a beszűkülés felé vezet, mert minden én, és ahogy én felé próbálok nyúlni, az beszűkíti a tudatot, beszűkíti az érzelmeket, beszűkíti az egész lényünket, a szellemiségünket, míg az átma minősége, a kiterjedés, a kiteljesedés, a félelem nélküliség, az állandóság, a végtelenség fele hat. Tehát mondhatjuk azt, hogy míg az ahankár, az ego, a félelem, a múlandóság, a véges, addig az átman, az önvaló minősége, a félelem nélküliség, az állandó és a végtelen felé mutat. Az előzőben mindig a különbözőséget keressük, hogy én különbözöm a többitől, a különlegességünket próbáljuk hangsúlyozni. A másikban pedig, az átman minőségben pedig az, hogy átmanban, lélekben egyek vagyunk. Tehát, hogy az átman minőségben mindannyian egyek vagyunk, azonosak vagyunk. Azonban, amíg a mindennapok kis problémaköreiben élünk, vagyis amíg az ego értékrendje mentén élünk, vagyis nem vagyunk egótlanok, mondhatjuk így, fogalmazhatunk így, erős ragaszkodásaink vannak, addig nem vagyunk szabadok, és nem vagyunk függetlenek, és szenvedni fogunk a hiánytól. De minek a hiányától fogunk szenvedni? Hát a pénz hiányától fogunk szenvedni. A különféle élvezetek hiányától, itt a szerelmet, szexet szoktuk ide említeni, de minden élvezet ide tartozik, a kaminihez. Illetve az elismerés hiányától. Attila szokott így fogalmazni, hogy az egónak ez a minősége, hogy miért nem én állok a középpontban, miért nem felém irányulnak a javak, miért nem értem tesznek többet, miért nem tőlem van ez meg ez maga, az mindenhol az én áll a középpontban. Míg az átman minőségében, a kiterjedés minőségében pedig a szív megnyílása áll a középpontban. És hogyha visszatérve az aszmitához, az ego minőségéhez, hogyha nem kapjuk meg, amire vágyunk, vagy elveszítjük, amihez ragaszkodtunk, akkor mi jön? Akkor jön a depi, akkor jönnek a kompenzációk, a pótcselekvések, a különféle addíciók, legrosszabb esetben.
Egy jobb esetben még jobban belehúzunk, hogy amiért sóvárgunk, vagy akiért sóvárgunk, azt megkapjuk. Tehát ez a rajasz minősége. És a legjobb esetben, hogyha húzunk, amikor húzunk egy vonalat, képesek vagyunk a jelenben lenni, mert ez csak akkor van, ha tudatosak tudunk maradni. Húzunk egy vonalat, és váltunk egy nagyot előre, lépünk egy nagyot előre. Azt írja a Gita 2.14-ben, hogy a boldogság és a boldogtalanság megjelenése és kellő időben való eltűnése olyan, mint az évszakok váltakozása. És ezek csak érzékfelfogásból erednek, és nekünk meg kell tanulni, elviselni ezeket anélkül, hogy megzavarnánk a tudatunkat. Mit mond ezzel ez a vers? Hogy látod, hogy a szamszára pörög, de nem involválódsz, hanem felül tudsz emelkedni. Tehát egy magasabb minőségből látod önmagad, a körülötted lévő világot egyaránt. Az emberben belül lakó átman, az önvaló ugyanis elkülönül attól, amiben létezik, nem involválódik az anyaggal. Elkülönül a testtől, elkülönül a külső környezettől egyaránt. És bár a külső és a belső érzéki észlelések, a világ és az elme zaja folyamatosan áramlik, itt Patanjalit idézem, az összpontosítás és a meditáció gyakorlatával megtanulhatjuk azt, hogy nem vagyunk ezzel azonosak. És az átman, a legbelsőbb lényünk, az sosem depressziós, az sosem depis. Na de akkor ki az, aki depis? Hát igen. Aki depressziós, az mindig az elme, az mindig az ego. Aki sérül, vagy például egy üzleti vitában, egy munkahelyi megbeszélésben, egy kapcsolati súrlódásban, aki érzi ezt a sérelmet, az mindig az ego. Aki kritikaként vesz magára egy ártatlan szituációt, nem tudom, hogy kerültünk-e már egy ilyen helyzetbe, voltunk-e már ilyen helyzetbe, hogy valamit mondanak, és akkor lehet, hogy aki mondta, az éppen nem volt olyan jó paszban, nem is ránk vonatkozott, és mi a szívünkre vettük. Nos, hogyha jogában vagyunk, akkor nem veszük a szívünkre, mert akkor tudunk a jelen pillanatban lenni, tudatosak lenni. Swami Ráma különben úgy mondja ezeket, amikor magunkra veszünk egy ártatlan dolgot, vagy ilyen helyzetbe kerülünk, hogy nagyon-nagyon finoman fogalmaz, azt mondja, hogy személyesen veszi a helyzetet. Nem, hogy egózik, hanem egóból cselekszik, hanem személyesen veszi a helyzetet. Ide idézek a Katha Upanishadból egy slókát, a 2.1.1-et, hogy az önmagától létező Svayambhu úgy alkotta meg az érzékeket, hogy azok kifelé irányuljanak, ezért az ember a külső világot látja, nem pedig a belső önvalót, a pragyát átmant. Ám aki a szemeit visszafelé tudja vonni az érzékek tárgyairól, a halhatatlanságra, az amritára vágyva, az megláthatja magát az önvalóban, az átmanban. Tehát most itt jó pár írást idéztünk, de hogyha megfigyeltétek, és bizonyos vagyok benne, hogy megfigyeltétek, hogy mindegyik írás arra mutat, hogy egyszerűen a gondolkodásmódunkban kell változnunk. Ugye? A tudatosságunkban kell változnunk, hogy mihez akarunk hasonulni, mi a mi értékrendünk valójában, hogy az ego értékrendje, vagy az átman értékrendje. És hogy lássuk a kettő közötti különbséget, és az, hogy stresszmentesen tudjuk élni, az alapozza meg, hogy be tudsz jönni középre, hogy látod a különbséget a világban, hogy mi az, ami szat, és mi az, ami aszat. Igen. A külső és a belső anyagi létfentételek, mint például az élvezet versus a fájdalom, az érzékszervekhez, az elméhez és a testhez kapcsolódnak, és az önvalóval, az átmannal nincsenek kapcsolatban. Erről beszélgettünk az imént. És ennek a megértése az első pszichikus képesség, amikor ez így nagyon-nagyon bent van. Emlékeztek? Ez volt a jóga alapcéljának az első lépése. Nevezetesen maga a lelki nyugalom elérése, maga a sánti, ugye?
amikor a jóga órák végén is mondjuk, hogy Om Shanti, 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 legyen béke a szívünkben, minden szavunkban és a gondolatainkban. Tehát ennek a békének, ennek a lelki nyugalomnak az elérése, ami szükséges ahhoz, hogy be tudjunk lépni a lélek örökké való minőségébe, megtapasztalva, hogy a létezés az nem egy véges dolog, hanem az egy örök dolog. És azt tudja elérni a kötöttségekből való felszabadulás, belépve az átman, az önvaló minőségékbe, aki egyként tud tekinteni a különféle fájdalmakra, élvezetekre, szenvedésre, boldogságra, mert ezek mind az anyagtermékei. Tehát különbséget tudsz tenni, még egyszer mondom, a szat és az aszat között. A között, ami állandó, az átman minősége, és a között, ami múlandó, az ego minősége, az anyag minősége. És emellett úgy végezzük a szvadarmánkat, a személyes kötelességünket, hogy nem ragaszkodunk a tettek eredményéhez. Ha belegondolsz, ezt így elmondani tök jó, de nagyon-nagyon nehéz. Tehát ez nem úgy van, hogy holnaptól nem ragaszkodom a tetteim gyümölcséhez, nem ragaszkodom az eredményhez, nem fogok vágyakozni, ezt sem fogom, meg azt sem fogom. Nem így működik. Nem így működik, mert érzelmi lények vagyunk. Hanem ez úgy működik, hogy lépésről lépésre elsőként megértjük, hogy itt vagyunk, innen szép a győzelem. Jelenleg most ezzel a testelmével rendelkezem, ilyen meg ilyen vágyakkal, ilyen meg ilyen szorongásokkal, és belátom, hogy most jelenleg ebben a minőségben vagyok. És átgondolom, hogy hogyan tudok ebből kilépni. Itt van az eszköztár a kezünkben. Az első lépés ugye a tudatosság, beszéltük. Jelenbe hozni, minél inkább a jelenbe a fókusz. Ez is ilyen, hogy azt mondjuk, hogy tudatosság jelenbe hozni, nagyon divatos, de nem ilyen egyszerű. Ez egy folyamat. Valaki, aki így született, mert már előző életeiben megdolgozott érte, annak megy. De nekünk, mindennapi embereknek nem feltétlenül. Hanem ezért meg kell tenni naponta, hogyha gyakoroljuk, ha csak 5 perc vér bele, az is sokkal több, mint a semmi. Vagy 10 perc, 15-20, ez elő, ahogy ízhez jutsz, ahogy rájössz ennek az ízére, hogy mennyire klassz, amikor egyre jobban tudod szabályozni az elmédet, egyre jobban jelen tudsz lenni, amikor egy érzelem elborít. És visszatud, mert észreveszed, mert van mi alapján észrevenned, de ez akkor jön, hogyha gyakorolunk nekünk, mindennapi embereknek, akik már ott vannak, Bakos Attilák, Szvámi Rámák, Sivananda Szvámik, Ádi Sankarák, Nekik megy, mert ők így születtek, mert ők már előző életeikben megdolgoztak ezért. De hogyha mi beletesszük azt az energiát, beletesszük azt a szorgalmat, azt a gyakorlást, akkor nekünk is menni fog. Mindenkinek megy. Csak bele kell tenni a kellő munkát, a gyakorlást, és akkor jelen tudunk lenni. Tehát miután megtapasztaltuk, hogy hoppári, ezek a tulajdonságaink vannak, ebből szeretnénk egy picit fejlődni, tovább lépni, kicsit tudatosodni, elkezdünk gyakorolni, egyre inkább észre fogjuk venni, amikor változtatni kell. Ugye? Erről beszélgettünk. Egyre inkább észre fogjuk venni, és ott vannak a slókák, ott van a Gita, ott van Patanjali, az Upanishadok, ahol le vannak írva, hogy milyen jellemeket érdemes kifejleszteni, ha előre akarunk menni. És akkor ott a jelenben tudunk arra felé dönteni, hogy megfogod azt a gondolatot, hogy nem engeded bele az elmédet, hogy belecsusszanjon abba az érzelmi minőségbe, mert nem fogod jobban magad érezni. Tehát észre fogjuk venni azt, hogyha beleengedem az elmémet abba, hogy depizzen, attól nem leszek jobban. És tudatosan tudok tovább lépni Patanjali ellentétes irányú gondolata módszerével, hogy akkor gondoljak, mondjuk nem tudom, akár a munkámba valami szép dologra, és abban kezdek el dolgozni. És amire nem gondolsz, az akkor nincs jelen. Ugye? Ezt beszélgettük. Tehát amiben viszont gondolsz, abban vagy jelen. És ezt kell erősíteni egyre inkább a pozitív életcélok mentén. Jó. Ide idézem a Gita 2.15-ös slókáját, hogy a szilárd tudatú higgadt ember józan marad, tehát díra marad, boldogságban, szenvedésben egyaránt, nem zavarja az érzéki tapasztalás. Ő az, aki képes belépni a lélek a halhatatlanság birodalmába. Ez még a második fejezet a Gitából, és már ezt így kijelenti. Jó, akkor lépjünk tovább egy következő etapra. Miért mondja a jóga azt, hogy azonnal boldog lehetsz? Nézzük meg!
Ide idézem a Sri Guru Gita 114-es slókáját, ami azt írja, hogy nem kétséges, hogy miként egy kristály képe tükröződik a tükörben, ehhez hasonlóan tükröződik egy zavartalanul békés, tiszta és egyhegyű elmében az önvaló, az átmannak a boldogsága. Következőképpen tapasztaljuk ezt, én ez a mérhetetlen boldogság, Ánanda vagyok. Hogyha bele kontemplálsz, bele érzel, bele gondolsz ebbe a versbe, lehet, hogy átjön valami, hogy ez a te sajátod. Ez a minőség a te sajátod. Ahogy Attila mondja, hogy ebbe a minőségbe át kell lépnünk. Be kell lépnünk ebbe a minőségbe. És ahhoz kell az, hogy fejlődjünk személyiségkarakterben, jellemkarakterben, hogy ezt a lépést egyszer meg tudjuk tenni. Tehát mert amíg ott van valahol az a lépcső, addig nem tudsz átlépni, hanem egyáltalán fel kell lépkednünk személyiségkarakterbe, jellemekbe addig, hogy egyáltalán belelássak, hogy ott van az a minőség, ahova törekszünk, és ha oda fölfejlődünk, föllépünk, akkor tudunk átlépni. Csak egyszerűen egyik lábunkat átrakjuk, aztán meg a másikat, és utána ott leszünk. Mondjuk ez nem ilyen egyszerű, de azért vagyunk itt, hogy most erről gondolkodjunk együtt, illetve hogy egyszer majd ilyen egyszerű legyen. Jó. Mit hoztam még ide ezzel kapcsolatban? Igen. Mit jelent az, hogy boldogság? Hát a boldogság az azt jelenti, hogy egyensúly van a külső és a belső világom között első lépésben. És hogyha önmagammal rendben vagyok, akkor jóformán, tök mindegy, hogy mi van körülöttem, akkor is rendben vagyok. Volt egy kutatás, már jó pár éve volt, boldogságkutatás, hogy mely országok azok, ahol tehát, hogy milyen a boldogság szint az egyes országokban. És kiderült, hogy ott, ahol elég nagy a szegénység, például Indiában magasabb a boldogság szint, pedig akik jártak Indiában tudják, hogy ezért az életszínvonal azért jóval lejjebb van, mint amilyen magasabb a boldogság szint, mint itthon Magyarországon, vagy a nyugat-európai országokban. És azért ez azért mutat valamit, hogy nem feltétlenül az anyagi jólét fogja elhozni számunkra a boldogságot, hanem amilyen a gondolkodásunk, olyan lesz az egész életünk, vagy ahogy a mai Triupanisád, a legkedvencebb slókán mondja, hogy bizony a világ gondolat, ezért azt jól meg kell tisztítani, amilyen a gondolatod, azzá fogsz válni, ez a világon a legnagyobb misztérium. Tehát az határozza meg a boldogságunkat, hogy hogyan gondolkozunk, hogyan érzünk. És itt nem arról van szó, hogy az életnek az alapvető feltételei ne legyenek biztosítva, hogy ne legyen benzined az autóban, ne legyen ruha a gyereken, ne tudjál minőségi ételt enni, vagy hogy ne tudjál menni Indiába, vagy bárhova, ahhoz szeretnél elmenni. Hanem azt, hogyha ezek megvannak, akkor egy picit másfelé is tudunk törekedni, hogy ténylegesen a benső boldogságunkat megtaláljuk. Mit jelent a szenvedés? A szenvedés azt jelenti, hogy az elmében vagyunk, és az anyafog foglalkoztatja az elmét. Vagyis az érzéseim töltik ki az elmémet. Ugye beszélgettük, ideidéztem azt a kutatási eredményt, hogy az emberek, amikor nincsenek jelen a gondolataikban, akkor túlnyomó részt negatív dolgokkal van kitöltve az elme. Tehát negatív dolgok vannak az elmében. És akkor ez nyilvánvaló, hogy a szenvedés mit jelent? Azt jelenti, hogy az elmében vagyok, ezekben a negatív dolgokban vagyok, az anyag foglalkoztatja az elmét, az érzéseim töltik ki az elmét, a vágyaim, frusztrációim, a szorongásaim töltik ki az elmét, óráról órára, napról napra, hétről hétre. És elhisszük, hogy az élet problémákból áll. Ugye? Ez is egy hit. Mint a tőzsdei buborék. Elhiszem, hogy az élet abból áll, hogy problémáim vannak, és hogy milyen szörnyű és szenvedés. Holott hihetném azt is, hogy nem. Ugye? Ez csak nézőpont kérdése. Swami Veda Bharati azt mondja, hogy onnan tudjuk, hogy hol járunk az önvaló felé vezető úton, tehát hol járunk a saját magunk fejlődési menetében, hogy naponta hány fájdalmas gondolat jelenik meg az elmében. Ezt lehet monitorozni. Vagyis meg kell nézni, hogy ez a nap folyamán aznap hány fájdalmas gondolat jelenik meg az elmében, és akkor leszűrhetünk egy kis konzekvenciát magunkról. És eljuthatunk olyan fázisba, hogy
már magunk sem tudjuk, hogy ugyan honnan vannak ilyen típusú gondolataink, ha nem vagyunk tudatosak. És nem tudjuk azt, hogy ami elválaszt a boldogságtól, az nem más, mint a saját elménk. Az nem más, mint a saját elménk. Hogyha megkérdezel valakit, hogy miért nem boldog, hogy miért boldogtalan, akkor meg fog nevezni egy embert, meg fog nevezni egy élethelyzetet, egy szituációt, amit úgy gondol, hogy a szenvedésének az oka. Vagy egy másik embert, vagy egy másik élethelyzetet, aki nem teljesíti be a vágyait, nem teljesíti be, ami az ő törekvése. És ez azt feltételezi, hogy maga a boldogtalanság oka valójában, hogy az ember önmagán kívül keresi a boldogságot. Patanjali azt mondja, ez a 2.8-as sloka, a Szádana Pádának a 8-as verse, hogy azt az elképzelést, mi szerint a fájdalmat, a szenvedést külső körülmények okozzák, nevezik ellenszenvnek, vagy hogyha ez elmérgesedik, gyűlöletnek. És ahogy beszéltük ma már, mindenki az energiát keresi, mindenki a lelkesedést, az optimizmust, a szeretetet, a boldogságot keresi minden társulásban. Azért megyünk el egy társaságba, azért megyünk haza a szüleinkhez, a családunkhoz, hogy kapjunk egy kis baktit, és tudjunk adni egy kis baktit, egy kis szeretetet, egy kis töltődést. És minden jóga üzenete alapjába véve, hogy azonnal boldog lehetnénk, azonnal boldogok lehetnénk, ez döntés kérdése. Ez döntés kérdése. Én döntöm el, hogy az életemet egy igavonásnak tekintem, szenvedésnek tekintem, vagy boldogságnak tekintem, vagy örülök, jól érzem magam minden pillanatban. És akkor már miért ne érezzem magam jól? Gondolj bele, amikor itt van az ideje. Hogy akkor miért ne érezzem magam jól, hogyha érezhetem magam jól is? Pláne, ha nem történt semmi, csak az elmében pörögnek a gondolatok. Nagyon-nagyon nehéz, és tényleg csak halkan mondom, nem azért, mert nekem ez ennyire megy, hanem azért, mert tudom, hogy így működik. De viszont e felé tartunk mindannyian. Vagyis mit jelent ez? Az, hogy önmagunkat kell meghaladni. Önmagunkat kell meghaladni, miben is? Hát az egónak a három minőségében, a pénzben, pénzhez kötődő dolgokban, az élvezetben és az ehhez köthető dolgokban, illetve az elismertség igényében, ennek a hármasnak az igényében, tehát a taps igényében, ha fogalmazhatok így. És mifelé az állandóság, a tudatosság és az állandó flow jellegű boldogság minősége felé. Mondhatjuk azt, hogy mind a boldogság, mind pedig a boldogtalanság rezgés természetű. A boldogság is egy rezgés, és a boldogtalanság is egy rezgés. Maga a tamasz az egy sötét rezgés. A rajasz az egy mozgás jellegű, pörgés jellegű rezgés. A szatva pedig egy állandó, kiegyensúlyozott, emelkedett belső minőség rezgése. A tamasz, ahogy mondtuk, ez egy sötét rezgés, például, hogyha a környezetünkben van valaki, akinek tamaszba csúsznak a gondolatai, az érzései, akkor biztos te is érezted már, hogy tök fáradt leszel. Hogy átveszed ezt az érzést, úgy érzed te is, hogy te is depis leszel, és lehet, hogy tudatalatt valahogy úgy megfogalmazódik benned, hogy lehet, hogy a közeljövőben nem akarsz ezzel az emberrel olyan nagyon társulni, ugye? Az elme minőségét, a hangulatainkat, az érzéseink minőségét, így a tamogúnát is mindenki saját magának alakítja ki, azáltal, amit megenged az elméjének, hogy gondoljon és érezzen. Tehát nem a külső világ akasztja ránk. Ahogy beszélgettük is, hogy lehet, hogy Indiában magasabb a boldogság szint, mint mondjuk Magyarországon. Tehát nem, és nem azt jelenti, hogy ott mindenki szatvában van, hanem ez csak most egy ténylegesen egy példa volt. Hanem ez azt jelenti, hogy mindannyian saját magunk alakítjuk ki az elménknek a minőségét, hogy hol helyezkedünk el.
amit megengedünk magunknak az elménkben, hogy gondoljunk és érezzünk. És mondhatjuk ezt elmondani megint nagyon sokkal-sokkal könnyebb, mint megvalósítani. Mert amikor benne vagy egy helyzetben, benne van az ember a depiben, akkor egyedül egy dologgal tud kijönni, hogyha tudatos lesz, és tudja, hogy hoppáré, de hát én nem akarok most ebben a szituációban, nem akarom magam így érezni, mert ez nekem nem jó, nem érzem magam jól magam, ha depressziós vagyok, ugye, hát azért hívják depressziónak, hanem szeretném magam jobban érezni, és alapjában véve lehet, hogy nem is történt semmi, hanem gondolok valamit, ami teljesen köze nincs a valósághoz, vagy hogyha köze van, akkor is érezhetném magam máshogy, mert ha tudatosan gondolkodok, akkor ez lehetséges. Szóval minden a tudat, minden azon múlik, hogy jelen tudunk-e lenni, illetve hogy tudunk-e tudatosan gondolkozni, vagy sem. Jó, ezt átbeszéltük. Igen, még ehhez kapcsolódóban, hogyha észrevesszük azt, hogy benne vagyunk egy ilyen mentális közegben az elmében, akkor az is segítség lehet, tehát amikor az embernek becsúszik tamaszba az elméje, mert a depresszió az azt jelenti, hogy tamaszba csúszott az elme, hogyha már így a joga terminológiát használjuk, akkor nagy segítség lehet, ha tudatosítjuk azt, hogy nem a hangulatunk az énünk. Tehát, hogy nem ez az érzés az énem. Nem ez az érzés vagyok, hanem én azt gondolom, hogy ez a helyzet van. Nem vagyok azonos ezzel az érzéssel, ez egy gondolat, ez csak egy érzés az elmemezőben. Az, hogy egy ilyen hangulatban vagyok, az nem jelenti azt, hogy mindig így kell lennie. Tehát ezzel így tudod magadat támogatni, hogy könnyebben kikerüljünk egy ilyen helyzetből. És hogyha belegondolsz, ugyanannak az erőnek a fele elég lenne a boldogsághoz, mint amennyit mondjuk egy depresszió elvisz. És ezt a tamaszt, ezt a burkot senki nem tudja lefeszegetni rólunk. Ezt egyedül csak mi tudjuk lefeszegetni magunkról, ahogy az Attila is tanítja. És fel kell tennünk magunknak kérdést, amikor elmerülünk egy ilyen negatív érzésbe, hogy tényleg ekkora a gond? Tényleg ilyen brutál hatalmas a gond? És itt nem arról van szó, ha tényleg, tehát amikor tényleg valami nagyon-nagyon szívszorító dolog, amikor gyászolsz, ugye, mert mi történhet? Szörnyebb dolog, amikor az embernek a szíve szakad meg valamin. De hogyha a mindennapi kis problémáinkban, mókuszkerekünkben vagyunk, fel kell tenni a kérdést, ez is csak akkor tudjuk feltenni, hogy ha tudatosak vagyunk, hogy tényleg ekkora a gond? Vagy az egómat eltalálta valami? Beszóltak, ugye? Vagy nem úgy szólt valaki, ahogy mi gondoljuk, hogy kellett volna velünk beszélni. Számi rám a nyomán idézem még egyszer, azt mondja, hogy személyesen vettük az adott helyzetet, az adott szituációt. És érdemes átgondolni, hogy ne azt nézzük, hogy valami fekete vagy fehér, vagy valaki vagy valami, ő most mit mondott, hanem hogy ez az adott szituáció mit üzen a számomra. Közgazdászként mondom, hogy tudok én ebből a helyzetből hasznot húzni, ebből az érzelmi helyzetből, hogy tudok én hasznot húzni, hogy tudom kinyerni azt, hogy én ebből fejlődjek, a személyiség karakterem, a jellemeim fejlődjenek. És amíg anyagi testünk van, a feladatainkhoz valamilyen lelkesedés kell, ha depressziósak vagyunk, akkor nincs életerőnk. Tehát ez is egy másik megközelítés. Ezért sem szabad hagyni, hogy a hangulatok eluralkodjanak rajta. Tehát érdemes megnézni, hogy az a szituáció mit üzen számomra. Ha úgy gondolom, hogy valaki beszólt, akkor az lehet, hogy eltalált valamit, amit én is érzek, hogy lehet, hogy fejlődnem kellene benne. Ugye egy bizonyos jellem, karakter, nagyon sokszor így van. És az ember akkor nem azt veszi, hanem azt mondja, hogy hoppáré, hopp, akkor ez most mutatott nekem egy irányt, hogy ezen érdemes lesz dolgozni. És mindjárt könnyebben ki is tudunk kerülni abból a helyzetből, abból a sértettségből, ami másképp pörgetné az ember egy fél napig az elméjét, ahelyett, hogy értelmes dolgokkal foglalkozna. És még egy dolog, hogy a gondolatok csak gondolatok, az érzések csak érzések és nem tények, hanem az elménk által működtetett ilyen különféle mentális felhők, amire így rácuppanunk, és akkor abban olyan szépen benne ott úszkálunk. Holott ezek nem tények, hanem csak gondolatok.
Jó, lépjünk tovább. Ugye most megbeszéltük a tamasz minőségét, mint rezgést, akkor lépjünk tovább a rajasz minőségére, mint rezgésre. Hát a rajasz az már egy sokkal kellemesebb dolog, ez az energia, az állandó inspiráltság, ami egy nagyon-nagyon klassz dolog. Hogy állandóan van valami terved, állandóan van valami, ami inspirál téged, ami mozgat téged. Ez egy felfokozott érzés, maga a lelkesedés, a vágy, az maga a rajasz. Az, hogy tudsz lelkesedni bármiért. Tamaszban az ember nem lelkesedik, csak néz ki az elméjéből, hogyha egyáltalán néz ki. Szóval maga a rajasz az a szenvedély, amivel a céljaid irányába tudsz törekedni. Ugyanúgy benne van a szenvedés is. Tehát a rajasz az egy kétpólusú dolog, a szenvedély és a szenvedésnek a kettős pólusa. Egyszer hopp, másszor kop. Ez maga a rajasz. A rajaszban maga a feladat, hogy az elmét meg kell tanítani, fel kell tanítani a makacs vágyaknak az elengedésére. És nem tudom, hogy volt-e már nektek ilyen életérzésetek, hogy valamit nagyon-nagyon akartatok, de valahogy a karmátok nagyon-nagyon nem akarta megadni. Valahogy nagyon-nagyon tefeltünk arra az etapra, de nem. És ahogy elengedted, jött az a parigraha, és egyből megadta a sors. Ugye? Ugye, hogy volt már ilyen? Nos, ez az, amikor a rajaszból átlész a szatvába. Tehát a rajaszba teper az ember, nem kapja meg. Valami miatt a karmája nem adja meg. És utána azt mondod, hogy jó, hát tudunk enélkül is élni, és hopp, beköszönt, és megkapod. Mondhatjuk azt, hogy a görcsös vágy az azt jelenti, hogy kétségeink vannak, hogy alapjába véve minden önmagában boldogság természetű. A fájdalom pedig azt jelenti, hogy hiányom van, hogy szétszaggatják az ember szívét a különféle törekvések, mert úgy érzem, hogyha nem nincs meg ez, meg az, meg amaz, akkor én nem vagyok ember, vagy nem is tudom, hogy... És ebben nagyon-nagyon bele lehet pörgetni az embernek. Az urak is el tudják mondani, ugye szoktuk sorolni, hogy az autó, az elkütyük, meg a nem tudom micsoda a hölgyeknél a különféle fuchsok, ruhák, cipők, táskák, akármik. Most, hogy az ember úgy gondolja, hogy hoppáré, ha ez nincs meg, akkor mi is lesz? És alapjában vagy nem történik semmi. Tudjátok, hogy lehet ezt edzeni? Megint Patanjali ellentétes irányú gondolata, hogy nem arra gondolsz, ami irány sóvárogsz, hanem neki kezdesz valaminek, ami tényleg előre mutat. És akkor mindjárt jobban érezzük magunkat. Tehát a rajaszból fölemelni az elmét a szatvába. Igen, és ezt még itt kiírtam magamnak nagy betűkkel, hogy ne felejtsem el, hogy általában, amikor megkapjuk a sóvárgás tárgyát vagy személyét, akkor ez a rajaszban van, akkor rövid időn belül megunjuk, és már nem okoz akkora örömet. Hát Pride mondja, hogy az az égető szerelem aztán 3 hónapig tart. Valami ilyesmit ír, ha jól emlékszem. Szóval, de ugyanígy a tárgyakra is, mert a rajaszban mindig valami új kell. Soha az állandóság az ott nem érték. Mindig valami új kell, és nem a kiegyenlített harmónia az, amiből az örömöt merítjük. Az Attilának van ez a példája, hogy ez főként a depresszióra mondja ő, hogy a depresszióból hogy tudunk leginkább kilépni, hogyha egy picit még visszalépünk ebbe a minőségbe, hogy el kell menni Kalkuttába pénz nélkül, nem az extra szállás, meg a luxus szállásba, és akkor ott eltölteni egy hónapot, és akkor, hogyha az ember visszajön Magyarországra, akkor egyből érzi, hogy minek mi az értéke. Jó, de visszatérve a mi témánkhoz picit, a boldogság az azt jelenti, hogy elégedettek vagyunk. Írja Patanjali a Szádanapádában, hogy az elégedettség, a szántósa felülmúlhatatlan boldogságot eredményez. Ugye? Emlékeztek erre a szlókára, amikor vesszük át a jámákat, niámákat. A Gita ezzel kapcsolatban a 2.70-es azt írja, hogy a békét nem az érje el, aki igyekszik a vágyait kielégíteni, hanem csak az, akit nem zavar a vágyak szakadatlan özene, amik úgy ömlenek bele, mint folyók, az állandóan, töltődően, mindig mozdulatlan óceánban. Szóval
Az elégedettség az egy hatalmas kincs, ami felé érdemes törekednünk, ami ténylegesen a szatva felé mutat, sőt, a szatvának az egyik megalapozó minősége. Ettől függetlenül, mindazonáltal, hogyha eljutunk egy magasabb szellemi síkra, és még mindig az anyagi világért sírunk, még mindig az anyagi dolgokba akarjuk keresni a boldogságunkat, akkor érdemes egy picit visszalépni, és megtapasztalni azt a minőséget, mert akkor sem a megvilágosodást nem fogjuk elérni, sem az anyagot nem fogjuk megérni. És hogyha visszamegyünk picit ebbe a minőségbe, akkor nagy valószínűséggel rövid időn belül fénysebességgel fogunk visszahúzni a jogába, mert megtapasztaljuk, hogy ennek a szenvedélynek és a szenvedésnek a kettőssége ez nem hozza el a számunkra a vágyott békét. Ha el nem nyel, ugye? Ha el nem nyel a rajász, ez még egy másik dolog, de hát bízzunk benne, hogy nem. De lépjünk föl akkor a harmadik minőségbe, ugye átvettük a tamasz minőségét, átvettük a rajász minőségét, akkor most vegyük át ezt az emelkedett minőséget, a szatva minőségét, a fény, a tudás, a szeretet fénye. Ez maga, ez az intuitív mélység, amikor jelen vagy a pillanatban, a szántósa, az elégedettség, az aparigraha, a nem ragaszkodás. Ez egy kiegyenlített belső harmónia, ami már a szépségben sugároz ki. Amikor megnézed például Szepes Máriának a gyönyörűséges, kiegyenlített minőségét, a gyönyörűséges arcát, vagy Rabindranath Tagore-nak, vagy Aurobindónak az időskori arcát, amiből sugárzik az a kiegyenlítettség, az a végtelen harmónia és béke, ami alapjába véve nekünk is példa és egy minőség, ahova érdemes fellépni. És itt nem feltétlenül fizikai karakterre kell, épp ezért idéztem ide ezeket a példákat gondolni, hanem amikor valakiből árad a stabilitás, a kifinomultság, a kedvesség, az együttérzés, árad ez a benső nyugalom, maga az átman elégedettsége, a lélek, a benső önvaló elégedettsége. Mondhatjuk, hogy az elégedettség ez csak a szatvában van, a többi minőségben nincs jelen. Ugye már a tamaszban mi van? A tamaszban csak elégedetlenség, méltatlankodás. Tehát ott minden rossz, tehát ott a depresszió. A rajaszban mi van? Hát csak a verseny, hogy ki a jobb. Ugye megy a két versenyautó az M7-esen, és próbálják eldönteni, hogy ki a jobb. Egyedül a szatvában van meg az a kiegyenlített minőség, az a flow, az az áramlás, amiben megtalálhatjuk ezt a 100% emelkedettséget és tudatosságot. Azt írja a Gita, hogy az ilyen típusú lény képes bárhol csendben ülni, és magában élvezni az élet áramlását. És itt most nem azt szerettem volna mondani, hogy a rajaszban nincs boldogság. Mert van, és nagyon-nagyon magas szinten tudjuk élvezni azt a boldogságot. Csak egy gond van vele, hogy véget fog érni. Tehát, hogy az nem állandó. Egyszer vége lesz, és bármi, ha vége lesz, és az utolsó, hogy a testünknek is vége lesz, meg akiket nagyon-nagyon szeretünk, azoknak a testének is vége lesz, és ez mindig nagyon-nagyon mély szomorúságot eredményez. Tehát nem azt mondtam, hogy a rajaszban nincs mérhetetlen nagy boldogság, mert van, hanem az, hogy ezt a boldogságot mindig a szenvedés követi, vagy rövid, vagy hosszabb idő múlva. Viszont a szatva boldogsága az nem egy ilyen heves minőség, azonban egy állandó, kiegyenlített, örömteli, békés minőség. Maga az elégedettség, a szántósa minősége. És ilyenkor már nincs olyan dolog, ami hiányozna az életünkből, mert tudjuk, hogyha valami nem adatott meg, azt a karmám tartja vissza. És lehet, hogy még pörög az a karma attól, hogy szellemiségben már lehet, hogy előrébb tartasz. És amikor elérjük ezt a tudatosságot, tényszerű az elégedettség az életünkben. Amikor elérjük ezt a tudatosságot, mondjuk azt, hogy megvilágosodunk, akkor nem érezzük már, hogy valamiről lemaradnánk, mert nincs miről lemaradni, mert megérkeztünk. És ez az, ami belül van, és nem kívül.
Tehát ezért mondja azt Patanjali, hogy a ragaszkodás az azt jelenti, hogy a boldogságot kívül keressük, és nem belül. És amikor belül keressük, az az önvaló minősége. És ez fogja áttörni belülről a kósákat. Ez az elégedettség, ez a kifinomultság, ez a harmónia fogja áttörni a kósákat, és ekkor fog kiterjedni az átmam. Lepattan az illúzió köteléke a szívről, az elméről, és kiterjed, maga az átman átragyogja ezeket a minőségeket, a test minőségét, az energiaszintet, az elme minőségét, a tudatosság minőségét és az egész lényünket. Mondhatjuk azt, hogy a jó karma, ha valakinek azt mondjuk jó karmája van, az maga egy hajlam is, az egy személyiség jegy, az egy személyiség minőség, az egy jellem karakter, amit ki kell használnunk. A szatvában az ember kiegyenlítetten boldog, elégedett, mert már nem az ego értékrendje mentén szerveződnek a vágyai és a gondolatai. Ugye ezt átvettük, tehát nem a Kanaka Kamini Pratisthá mentén szerveződnek a gondolataink. Nagyon-nagyon fontos. A rajaszban, ahogy beszéltük, hatalmasak a hullámok, a boldogság, a szenvedés amplitúdója hatalmas az elmében, és az ahankár, az ego minden intelligenciáját beveti, hogy elérje a céljait a pénzben, a különféle élvezetekben és az elismerésben egyaránt. És a tamaszban pedig a legtöbb ember csak szenved, és talán nem is tud róla, hogy szenved, mert annyira nincsen jelen. És a vágyai is inkább valami ellen vannak, nem valami ért. Mondhatjuk azt, hogy a tamasz minősége az a tudatosság totális hiánya, a vivéka teljes hiánya, a totál avidja, a totál befedettség, maga az ösztönlét, az a tamasz minősége. Jó. Foglaljuk össze ezt a mai kis délelőttünket, hogyan őriz meg a nyugalmat, hogyha minden ellene hat. Tehát az első lépésben erősítenünk kell a stresszkezelést, ami a lelki nyugalom és a belső stabilitásunk alapja. A második lépésben ide idézném még egyszer Patanjalit, ezt a slókát, az 1.33-at, amit tanácsol, hogy bizonyos jellemeket építsünk be a személyiség karakterünkbe, kezdjünk úgy viselkedni, és előbb-utóbb olyanná fogunk válni, ahogy az Attila is tanítja nekünk, és ez a barátságosság, az együttérzés, amit a buddhizmus is tanít, az együttérzést, a részvétet, a karunát és a maitrit, a megbocsájtás, a boldogság és a szenvedés, valamint az erény és a bűnkeltette helyzetekben való kiegyensúlyozott hozzáállást. És azt írja Patanjali, hogyha ezek felé törekszünk, ezek felé a jellem karakterek, személyiségjegyek felé törekszünk, akkor az elme automatikusan lecsendesedik, tehát mentesülünk a stressztől, és nyugodtá válunk. Tehát egy slókában megfogalmazta. Ezt felolvastam volna, azt elismertünk volna haza, vagy kávézni. Nos, mindazonáltal azért kell ezzel foglalkoznunk, mert általában nem tudjuk, hogy az elménkben élünk. Általában nem vagyunk arról tudatosak, hogy a túlnyomó részt az elménkben élünk. Az miért nem? Hát azért, mert abban élünk. Ugye? És az elménkkel, a gondolatainkkal, az érzéseinkkel, a testünkkel azonosítjuk magunkat. És hogyha picit szeretnénk alakulni, akkor ki kell jönni az elméből, fölül kell emelkedni, egyszerűen rá kell látnunk, hogy ez a mi személyiség karakterünk, hogy hol vannak azok a fájdalompontok, a piros gomba, kék gomba, zöld gomba, sárga gomba, amik, hogyha benyomódnak, akkor így és így szoktam viselkedni. Mert ezek is egy szokásminták, mind egy-egy szokásminta. Különbözőek vagyunk, de egy embernek, ahogy mondtam, nincsen olyan túlzottan sok. Hogyha benyomják azt a háromféle vagy négyféle gombot, akkor így és így szoktam érezni. Csak a személyek meg a helyek változnak, semmi több. Csak a kála
az idő meg a tér változik, és semmi több. Gondolj csak bele. Szóval ki kell jönni az elméből, hogy egyre nagyobb teret nyerjen a mindennapokban a jelenlét, amikor nem ebben a mókuskerékben, ebben a robotpilóta üzemmódban vagyunk, hanem képesek vagyunk odafigyelni arra, amit csinálunk ténylegesen. Ahogy Patanjali mester javasolja, hogy szokássá kell tenni, hogy ezeket a minőségeket beépítjük az életünkbe, a személyiség karakterünkben. Aminek szintén úgy van esélye értelmezhető időn belül, tehát hogy ténylegesen lássuk is, hogy ne kenődjünk el, hogy már gyakorolunk már 5 éve, és akkor még mindig ilyen meg ilyen problémáink vannak, pedig 5 év a jogában az nem egy olyan túl sok idő. De hogy tényleg értelmezhető időn belül történjen valami változás, gyakorolnunk kell, be kell építeni ezeket az elemeket az életünkben, emelnünk kell a tudatosságunkat, az ébrenlétünket, a jelenlétünket, mert csak akkor tudjuk észrevenni, amikor helyzet van, amikor szituáció van, amikor, hogy tudatosan korrigálnunk kell a személyiség karakterünkön. És ezt mivel lehet fejleszteni? A lényeg. A joga eszköztárát mondom. Joga nidrával, tehát a pratyahára gyakorlatokkal, az érzékek visszavonásának technikájával, koncentrációs gyakorlatokkal, amikkel a figyelmünket edzük, és meditációval, aktív meditációval és passzív meditációval. Ezzel fogunk foglalkozni hamarosan. Akkor a harmadik lépcsőfok volt, hogy fontos, hogy kezdjük el megfigyelni, megismerni, majd kontrollálni, és végül uralni az érzéseinket. És ez megint nem egyik pillanatról a másikra megy, hogy most eldöntöttem, az tök jó, minden a szankalpa saktival indul, hogy eldöntjük, mert akkor legalább már eldöntjük, hogy szeretnénk ezekkel a jellemekkel rendelkezni. De utána, hogy ezt ne felejtsük el, hogy ezt eldöntöttük, ez pedig azt jelenti, hogy minden nap gyakorolnunk kell. Hogy tudjuk uralni egyszer majd a saját érzéseinket. És ehhez is szintén kell a jelenlét és az éberség, amit az iménti gyakorlatokkal tudunk edzeni. A negyedik lépés pedig nagyon-nagyon fontos, hogy hozzunk egy őszinte döntést, hogy melyik értékrend felé szeretnénk irányulni. Tehát az anyag, az ego, az aszmitá, vagy a teljesség, az önzetlenség, az átma minősége felé, és ez sem megy az egyik percről a másikra, hanem ez egy folyamat. Az, hogy érezzük a biztonságunkat, és tudjuk, hogy tovább tudunk lépni. Teljesen mindegy jóformán, hogy milyen környezet vesz minket körül, ahogy beszélgettük is, mert minden itt dől el, elmében dől el. És akkor zászlóképpen szeretnék Ádi Sankarától idézni egy slókát, a Bhajagovindam 19-es versét. Azt írja Ádi Sankara, hogy éljen valaki a jóga fegyelmében, vagy gyönyörűséget lelve az érzéki élvezetekben, a társulásban, vagy éppen a magányban, az, akinek az elméje a Brahman végső valóságába merült, az a boldog, az a boldog, az csak igazán a boldog. Hát én köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen a jelenlétet, és hogy meghallgattátok a számomra ezt a nagyon kedves témát. Hari Om Tat Sat.